köszönöm szépen először is a meghívást, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent. Mondtam, hogy mennyire van mindenki képben, azért néhány szóban összefoglalnám, hogy miért vagyunk itt. A Kim Corbusier 2012-ben egy tragikus baleset, vagy szándékos esemény folytán elhunyt. Mindösszesen 28 éves volt, és hát egy tragikus űrt hagyott maga után, mint az a festményeiben néha hiányoznak a befejezett festészeti részletek. És hát Kafrancai Erika a halála előtti hónapokban ismerte meg, és ő azt gondolta, hogy ez egy annyira különleges személyiség, akit itt megismert, hogy utána megy azoknak a hiányzó információknak, amit mi sem tudtunk. Tehát ez azért fontos, mert hogy mi úgy kerültünk bele a történetbe, hogy az egyetlen forrás Kim volt, akitől valamit megtudtunk az életéről, de amikor mi már megismertük, akkor az az összeszedettség hiányzott belőle, hogy valamiféle lineáris sztorit el tudott volna magáról mondani, és hát azt kik elemelnem, hogy mindannyian az Erika filméből értesültünk arról, hogy mi volt az ő életének a tragédiája, pontosan, mert hogy nem tudtunk róla sok mindent. Tehát, hogy ami számunkra fontos ebben a filmben, az, hogy egy kis távolságot kaptunk Kimtől, vagy legalábbis személyesen erről tudnék beszámolni, és végre tudom másképpen nézni, mint akkor. Mert akkor egy egészen erős érzelmi szál fűzött hozzá, vagy egy ilyen megmentő szerepet próbáltam fölvenni, ami nem sikerült sem egyikünknek sem, tehát ez a filmből kitűnt. És Dávid szerintem a legfontosabb láncszem abban az értékelésben, ami remélem, hogy meg fog történni művészettörténetileg. És hát az is valamilyen módon a szerepem volt, hogy őt felkértem egy megnyitó beszédre, és nem véletlenül kértem fel, mert ő lehet, hogy nem tudja a részleteket, de Kim elég tudatosan építette az életét, és bizony a Dávidnál alább nem adta, hogy úgy mondjam, de ő azt meg volt győződve róla, hogy a Dávid az egyetlen ember, aki őt tárgyilagosan és a helyén tudja látni művészetileg. És hát így át is adnám a szót a Dávidnak, hogy amikor megkapta ezt a felkérést, akkor mi volt az, ami miatt mégis elvállalta, hiszen már elmondtad nekem szóban, hogy azért nem volt annyira ismert számodra, hogy mit is kell majd tenned. Hát egy nagyon megtisztelő felkérés volt, ez nekem is egy új információ, hogy a Kim is szerette volna, én ideig azt hittem, hogy ez az egyértelműen te kezdeményezésed volt, és nem volt mögötte Kim is. Nagyon megtisztelő volt, azért több szempont voltam zavarban. Egyik oldalról azért, mert elsősorban ennyire fiatal művészekről kevésszer fordult elő addig, hogy írjak, és egy kicsit izgultam is emiatt, akkor én is még abszolút, ugye ez a 2010-11 körül volt, tehát amikor én végeztem az egyetemen, akivel nagyságrendileg egyidősek voltunk, tehát ő is egy pályakezdő művész volt, én pedig egy pályakezdő művészettörténész, és... Neki is 10-ben volt a diplomakiállítás. És hát egy nagyon, hát nagyon izgultam is emiatt, hogy fogok tudni helytállni egy ilyen kontextusban, inkább idősebb művészekkel foglalkoztam akkor, például Bakimrével vagy Lakner Lászlóval, és ez egy teljesen újszerű feladat volt számomra. A másik eleme ennek a történetnek az, hogy Kim számomra akkor már nem volt ismeretlen. Egyik oldalról tudtam, hogy egy milyen elképesztően tehetséges fiatal festő. Másik oldalról pedig volt egy személyes szál is ebben a történetben, az nevezetesen, hogy ő
megkereste, ezt most már nem is tudom egészen pontosan rekonstruálni, hogy hányban történt, de még a diplomázása előtt, és még ezelőtt a történet előtt jóval. 2005-től járt az egyetemre. Hát ez a 2007 körül lehetett, de most ezt nem tudom megmondani, hogy melyik évben, de megkereste az apukámat egy e-mailen, hogy ő ismeri az ő képeit, és hogy szeretne tanulni tőle, vagy szeretné megismerni jobban, hogy ő hogyan dolgozik, és hogy ahhoz hasonlóan szeretne ő is dolgozni. És kialakult Kimmel egy személyes kapcsolat is, akár családi szinten is a szüleimmel. Ugye Kim személyiségét nagyon-nagyon jól tükrözi ez a film, amiből ugye az is kiderül, hogy Kim mennyire Kimnek mennyire hiányzott a családnak a melege, és mennyire ragaszkodott emberekhez, illetve biztos pontokhoz. És a szüleim is, illetve beleértve a családba a húgomat is, lényegében az egész családunk egy ilyen biztos, az egyik ilyen biztos pont is lehetett az ő életében, vagy az ő nézőpontjából. Ugye az, hogy mennyire zaklatott és nehéz körülmények között élt, az számomra is ebből a filmből derült ki igazából. De ennek tükrében tűnhet számomra végképp úgy, hogy a mi családunk neki egy ilyen idilli valami lehetett, és talán ezért is szólította meg, nehéz eldönteni, hogy mennyire komolyan és mennyire inkább játékosan a szüleimet, hogy akár örökbe is fogadhatnák, hogy ténylegesen részévé válhasson ennek a családnak. Tehát a Kim számomra nem volt már akkor ismeretlen, egy ilyen személyes nézőpontból sem, és ez volt a másik ilyen nehéz része ennek a felkérésnek, hogy számomra ő nem egy fiatal festő volt, akinek a kiállítás megnyitására felkértek, hanem sokkal inkább valaki, aki az én családommal is egy ilyen személyes kapcsolatban van. A testvéreddel is volt kapcsolata? Igen, a testvéremmel is megismerkedtek, és a testvérem még volt is fönn a műtermében is. Én csak akkor jártam először, hát műteremnek nem lehet nevezni, ahol jártam, de akkor jártam először, hát nem is tudom, hogy nála-e vagy kinél pontosan, de egy lakásban az Andrássy út mellett, amikor erre a kiállításra készültünk a megnyitóra, hiszen mindig úgy szoktam készülni egy ilyen kiállítás megnyitóra, hogy egyeztetek a művésszel, elmegyek a műtermébe, vagy megnézem valahol a műveket, amik ki lesznek állítva, és hát ezt soha nem felejtem el, hogy halmozódtak ezek a festmények ebben a lakásban, tényleg nem lehet tudni, hogy ki valamelyik barátjának a lakásán teljesen kaotikus módon, és ott volt ez a kicsi művész a hatalmas, vagy hozzá képest hatalmas műtárgya között, és úgy kicsit el is veszett ezek között, a nagy képek között, és nem érdekes, hogy egyik oldalról volt benne egy bizonytalanság, tehát még engem is néha kérdezett, hogy akkor ez így jó-e szerintem, hogy ne dolgozzon-e még rajta, ne fesse át, így oké lesz, ami hát szokatlan volt számomra, mert nem nagyon fordult egy művészek így megkérdezzenek, hogy akkor oké lesz-e így, vagy még dolgozzon rajta a kiállításig. Másik oldalról viszont elképesztően kiforrott művek voltak, és ez általában is elmondható Kimről, hogy életkorához képest elképesztően kiforrott műveket hozott létre, és ez összeállt valamiféle életművé, de ez már egy következő kérdés. Igen, én most amikor így készültem, mert bevallom, hogy most ma kaptam a felkérést erre a feladatra, és mivel menekültem minden feladat elől, ami a Kimmel volt kapcsolatos a halála után, az Erika tudja, hogy még a filmből is ki akartam töröltetni magam teljesen. Úgyhogy azt gondoltam, hogy na most már tényleg szedjem össze magam, és duráljam neki magam, hogy ezt elvállaljam. Viszont úgy éreztem, hogy teljesen felkészületlen vagyok. De nem tudok erről semmit, nem tudok hozzászólni, nem tudok megszólalni. És hát én próbáltam ilyen támpontokat találni, és hát pontosan utána néztem az adatoknak, főleg a hasonló művészeknek, például a Basquiatnak, ami hát nagyon kísértetiesen emlékeztet egyébként a Kimre,
amikor a Halász András írt róla egy cikket, azt úgy kezdte, aztán ez egy nekrológ volt már a halála után a balkonban, úgy kezdte, hogy ez a történet lezajlódhatott volna akár New Yorkban, Párizsban, vagy Bécsben, vagy Berlinben, mert hogy az a fajta szerep, amit ő eljátszott, az teljesen szinkronban volt ezekkel, viszont az a hőskor, amit ő maga előtt látott, az 30 évvel azelőtt volt. Tehát, hogy ez egy anakronisztikus szerep volt, de erre most döbbentem rá, hogy az a fajta művész szerep, amit ő maga előtt látott, az nem egy kortárs művész szerep. Sőt, mondhatnám azt, hogy a Zóbel is ugyanezt csinálta, és ugyanilyen korában, tehát hogyha visszamegyünk a művészettörténetben, akkor rengeteg példát találunk arra, hogy valaki a semmiből hirtelen bekerül egy olyan közegbe, amiről nem is álmodott. Tehát, azért Magyarország azért nem New York, ezért nyugodtan megmondhatjuk ezt, és bevallhatjuk magunknak, sőt nem is Berlin. Úgyhogy azért így nehéz lett volna azt a fajta szerepet eljátszani. És az, hogy a Halásszal volt a legjobb kapcsolat, Halász András mesterével volt a legjobb kapcsolata, nem volt véletlen. Mert hogy ő azt a fajta művészet szemléletet, amit maga előtt tartott, azt a Halász András birtokolta. Tehát tulajdonképpen azért tudott neki ilyen sokat segíteni a Halász András, mert egyszerűen az a fajta hozzáállás, amivel ő kölcsönhatásban voltak, ezt ebben az emberben tudta csak megtalálni, nem volt olyan kaliberű figura itt más mellette, aki ezt be tudta volna teljesíteni. És a Halász is elmondta azt, hogy a Kimnek ez a tudatossága, ez annyira, annyira erős volt, hogy őt mindig megkérdezte, hogy merre menjek tovább. Tehát arról nem volt kétsége, hogy ő nagyon tehetséges, de azt, hogy merre menjen tovább, azt nagyon éles látóan el tudta dönteni, hogy nem beleőrülök abba a dologba, amit sokan egyedül próbálnak megoldani, mert segítőket keresett ehhez. És szerintem a nagyméret is így jött, csak most abból jött ki ez a történet, amit mondtál a nagyméretre. Hát, hogy a magyar festők többsége, amikor egyetemista, akkor ilyen kis képeket fest, hogyha megfigyelitek. Tehát, hogy nem kezd el ilyen óriási képekben gondolkodni. És gondolom, hogy ez a New York-i szemléletből átjött, és abban a pillanatban, amikor volt egy kulcsember, a Halász András, és ő mindenben támogatta, és mert ezt többször kiemeli mindenki, hogy a nagyra vágyást támogatjuk, és ez egy nagyon erős kulcs szó. Tehát ő tulajdonképpen azt szerette volna, hogy lett volna, mint Basquiat, csak azt nem tudjuk, hogy Basquiatnak volt egy családi háttere. Az egy más kérdés, hogy abban az időben, a 70-es években a kokainfüggő anyukája az mennyire hanyagolta őt el, de az anyukája elvitte a múzeumokba. Tehát, hogy neki, Basquiatnak volt egy ilyen háttere. És belőle is pontosan ugyanennyi idő alatt lett művész, de őt az is zavarta, hogy Warholt megelőzte, amit nagyon kevesen tudnak. Mert őt beépítették aztán a Warholnak a műhelyébe, miközben Basquiat előtte már sztár volt, és eladta a képeit. Tehát, hogy ez a fajta ellentmondásrendszer, ami benne van, és a büszkeségük meg az öntudatuk nagyon hasonlít. Viszont egy másik közegben. És most Dávidtól még azt szeretném megkérdezni, hogy lát-e benne egy olyan, mert Basquiat egyébként 30 évvel a halála után érkezett el egy olyan szintre, hogy egy japán gyűjtő megvásárolta 101 millió dollárért az egyik művét. Tehát, hogy látsz-e benne ilyen potenciált? Hát több szempont van, ugye üzleti potenciált, azt most nem tudom felmérni. Inkább szakmai nézőpontból egy izgalmas kérdés, hogy ezt az életművet hogyan lehet feldolgozni, hogyan lehet értékelni. Hiszen tulajdonképpen felveszem a fonalatot, ahol abba hagytam. Az nagyon érdekes, hogy a Kim mennyire rövid ideig élt, mennyire fiatalon halt meg.
és mindennek ellenére, vagy mindenhez képest egy kerek életművet hozott létre, ami tart valahonnan, vagy indul valahonnan, és tart valahova, és hát ez nem jelenti azt, hogy ne lehetett volna ezt folytatni, és ne lenne fantasztikus, ha ez az életmű tovább épülne, de mégis van valamiféle lezártsága, hogy is mondjam, ami nagyon érdekes paradoxon, az az, hogy a Kim fiatalon, 20, amit mondok is a filmben, 21 néhány évesen lényegében elkezdett kései képeket alkotni. Olyan kései képeket, amiket általában a művészek az életük utolsó szakaszában alkotnak meg, és hát ez végső soron kiderült, hogy rá is érvényes, hiszen az élete utolsó szakaszában alkotta meg az ő késéképet, tehát utolsó szakaszában már egyáltalán nem festett, de az utolsó képek, amik, tehát ebből a kései oldott, zaklatott, megfolyó képekből van itt is néhány a galériában most, ezek egészen különleges képek. Azt gondolom, hogy az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mit lehet ez az életművel kezdeni, hogyan lehet egy ilyen életműhöz hozzányúlni, hogyan lehet egy ilyen életművet feldolgozni, és annak, hogy aztán szakmai értelemben, vagy piaci értelemben mi történik ez az életművel, nagyon sok szempontból az az alapja, hogy ebben a feldolgozó munkában, ami zajlik sok szempontból, ebben mi történik, mi zajlik le. Ennek egy nagyon izgalmas etapja akár ez a film is, amiből mindannyian azt gondolom nagyon-nagyon sokat tanultunk Kimről. Én magam is sokkal több mindent értettem meg abból, hogy ez az életmű miről is szól, hogyan is épült, mint akkor, amikor Kimmel személyes kapcsolatban voltam, hiszen például ezekről a traumákról és a családi hátteréről nem lehetett ennyit tudni. Ez az Erikának egy nagy érdeme, hogy ez most föl lett fejtve. De hát nagyon sok minden mást sem lehet még mindig tudni ki művészetéről, amit akkor lehet majd megtudni, hogyha létrejön egy olyan feldolgozás, amelyben ezt az életművet elkezdjük egyben látni az elejétől a végéig, és bizonyos kontextusokba is bekerül ez az életmű, akár a korszak figurális festészetének a kontextusába, akár a női pozíciók nézőpontjából megvizsgálva, akár az identitás, a kulturális fordítás, az identitásvesztés nézőpontjából megvizsgálva, és hát lehetne sorolni, mi minden szempont vethető fel egy ilyen életmű kapcsán, és hát nagyon izgalmas lenne, hogyha egy ilyen kutatás megvalósulna, és ebből nagyon sok mindenki sülhetne, és egy ilyen feldolgozó munkának, egy ilyen hosszú folyamatnak a végén történhet meg akár az, hogy piaci sikerré válik valami, de én alapvetően, vagy engem személy szerint sokkal inkább ez a kérdés foglalkoztatna, hogy intellektuálisan, művészettörténeti nézőpontból, vagy más nézőpontokból, mint lehet kezdeni ez az életművel, hiszen egy nagy feladat is tulajdonképpen ez mindannyiunk számára, hogy kezdjünk ezzel a megítélésem szerint nagyon jelentős életművel valamit. És ennek még egy utolsó mondat, fontos etapja volt ez a berlini kiállítás is. És reméljük, hogy ennek lesz folytatása, az is egy nagyon fontos etap, hogy bekerült fontos gyűjteményekbe, közgyűjteményekbe Kim alkotása, vagy több alkotása is, de hát ez még mindig egy hosszú folyamat. Valószínűleg egy fontos feladat lenne egy Kim jelentőségehez méltó kiadvány publikálása, amelyben több nézőpontból több szerző megvizsgálja ezt az életművet. Ugye én a magam részéről többször írtam már Kimről, és különböző módokon. Ugye az első szöveg, amit erre a bizonyos kiállításra írtam, akkor megpróbáltam ezt a személyességet teljesen kizárni, és kicsit már túlzottan is eltávolodni ettől a nézőponttól.
A második szöget pedig akkor írtam, amikor már a Kim nem élt, és akkor pedig egy teljesen más perspektívából kezdtem el látni ugyanazt a történetet. Várjál, mert hogy volt még egy stravag megnyitó, és azt igen, is letartotta. Igen, igen, az is volt. Akkor az is volt egy szöveg. Igen, igen. Jó, az is volt, de az nagyon hasonló volt, vagy nagyon hasonló megközelítés volt ahhoz, amit ugye itt a galéria. Ez majdnem ugyanaz, egy hasonló anyag volt, és egy hasonló, egy kicsit bővebb, és a szöveg is egy kicsit bővebb volt, de egy hasonló megközelítés volt. Tehát itt érdemben két különböző megközelítés érvényesült. Az egyik volt ez a egy kicsit eltávolítottabb dolog, amikor erről a befejezetlenségről egy olyan néző, tehát azt gondolom, hogy a Kim művészetének egy kulcsfogalma a befejezetlenség, és a befejezhetetlenség, aminek van egy nagy művészettörténeti hagyománya, amit végig lehetne vezetni, akár a reneszánsztól, a Picasso-n át, Andy Warholon keresztül napjainkig. Mert hát annak a megítélése, mert mondjuk a Leonardo-nak a félig kész munkáit, azt ma kereknek tekintjük. De ez egy izgalmas kutatási kérdés is, mondjuk egy Tiziano kontextusában, hogy az befejezetlen-e vagy befejezetlennek van számva. Kimnél ugye helyel közel azért egyértelműen kijelentett, hogy ezek befejezetlennek szánt művek, befejezhetetlen, vagy befejezetlenségében befejezetlen nyilvánított műveknek a csoportja, és hát én ezt próbáltam egy ilyen elméleti kontextusba tenni, ami azt gondolom egy kicsit már túl burjánzott, és amikor egy más nézőpontból tekintettem erre az egész történetre már a Kim halála után, akkor szembesültem vele, hogy bizonyos szempontból ezek a képek az időhiánynak a képei. Nem volt egyszerűen ideje, módja a befejezésükre, tehát azért befejezhetetlenek, mert nem volt számára lehetséges. És te most is ezt gondolod? Nem gondolod, hogy ő inkább ezt látta? Tehát egy ilyen befejezetlenséggel szembesült? Ez szerintem egy alapprobléma. Tehát hogy ez nem egyszerűen csak egy festészeti probléma az ő művészetében, az is nyilvánvalóan. De szerintem egy élet probléma is, vagy egy lét probléma. Az, hogy valaki érzi, hogy kevés az ideje. Okay. És ezért mondtam, vagy írtam azt, hogy ezek bizonyos szempontból az időhiány képei. Azért befejezhetetlenek, mert nincs idő a befejezésükre. Öntudatlanul, mint egy bele van kódolva ezekben a képekben, hogy nem lehetséges őket befejezni. Tehát, hogy valami módon tükrei annak az életnek, amit Kim élt. Mindemellett persze ez egy továbbra is tartom, hogy egy esztétikai probléma is, amit a Kim nem hinném, hogy egy művészettörténeti nézőpontból végig gondolt volna. Ahogy ezt sem hinném, hogy végig gondolta volna, hát, de ezt a művész tudja megmondani, hogy... Kérnénk akkor, hogy egy kicsit vezessen be minket a képek rejtelmeibe, mert itt mind a ketten próbáltuk ezt közelebbről megnézni, de mivel egyikünk sincsen gyakorlata, ezért azt hiszem, hogy kellene, hogy kicsit a technikáról beszéljél, mert arról például, amit olvastam a Halász Andrásnál, nagyon szeret ilyen profétikus kijelentéseket tenni, hogy a Kim ezekben a képekben tulajdonképpen megvilágosodott. Nem is ezt a szót használta, hanem felébredt. Tehát, hogy ő azt látta, hogy ez a 2005-ben a főiskolára megérkező diák, ez az első pár évében a stúdiumainak egyszerűen egy érett festővé vált. Én egyetértek a Dáviddal abszolút, hogy egy kicsit úgy rohant előre, hogy nem lesz idő. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon mennyire lehetett ezt neki megéreznie, de most én is készültem, és még többet is megnéztem, mint ami most itt látható. És ott sajnos évszámot nem találtam, a Dunaújváros, mert hogy ott évézett itt, és ott volt valamilyen cikk róla, és ott akvarellek voltak, mert hogy már gimnazistaként volt ott neki egy kiállítása, vagy Moringi. Igen, a polgármester erről beszélt is. És azt én most végignéztem egy videót, mert ott ilyen kicsi akvarellek vannak, egyébként abban is ugyanilyen
feldobás, már olyan, hogy a figurák itt fel meg vannak ragadva, de az egész nincs jobb sarkától a bal sarkáig befejezve. Igen, mert nekem ez volt az érzésem, hogy ez inkább egy koncepció volt nála. Nem? Mert hogy egyszerűen szerintem volt valami olyan belső tűz, hogy már megy tovább. Ment volna a következő kép. Ott volt egy érdekes kép, ami egyébként szinte sehol másik nem láttam, hogy szimmetrikus kompozíció, mert ugye ezek mind ilyen szövevényes kompozíciók, ami nagyon klasszikus, szimmetrikus kompozíciót látunk. Egy francia erkét kifele emeleten valahol, és kimelt hátulról, azt hiszem, tám pont egy ilyen krisztusi pózba, a korláton kívül áll. Oh. Tehát ez szívesen, mert ez annyira elővetiket mindent, és ráadásul egy nagyon szimmetriára szerkesztett kép, amit sehol nem láttam később. Tehát, hogy ez ilyen, ez így, igen, a Google barátunk, tehát, hogy egy atyám, tehát az nagyon emblematikus volt, igen. És még egy korai darab, mert hogy ez a gimnazista látnok volt. Ez, hát, ugye valahogy... Vagy egy önbeteljesítő jóslat, hogy így szoktam. Azért, igen, ő azért ezt elég sokszor emlegeti, szerintem, tehát ez azért hát korábban... Hát Janis Joplin, korábban ott van ez azért a levegőben. Plusz, de akkor vissza a technikák, és ott még egy-két másik kérdésem is lenne. Nekem... Aztán utána ugye a kis teremben hátul van az úgymond Vad Zoltán, vagy Vad Zoli című kép, ahol az be van fejezve. Egy fiatal ember ül, ilyen hálós... Azok a főiskolás képei, amik vannak fejezve. Egy ilyen hálós széken, egy hátizsák van mellette és kifele néz. Nekem nagyon tetszik. Az ilyen David Hartney, nem tudom, hogy kinek jön be, de abszolút annak a hangulata. És az a legmegdöbbentőbb, hogy miközben úgymond ebben az időhiánnyal, vagy ebben a belső tűz nyomja tovább, és nincs türelme, vagy nem is akarja, szerintem valóban nem akarja. Tehát amire most én itt rálátok, ott az biztos, hogy nem is akarta befejezni. Ami azért nagyon érdekes, mert ott is például a figurának van egy ilyen nagyon jó karaktere, tehát nagyon jó karakterérzéke, és végig festi hátul, nézzék meg a kövezetet, ezt a sárga keramit kockának, a hálóját, ezt a ilyen nylon hálóból való kerti széknek az összes, és a csíkos inget is. Atyám, tehát aki valaha festett, de ha valakinek, nekem erre türelmem soha nem lenne. Tehát így csak, hát majd úgy valahogy meg lesz a valamit, és köszönöm szépen azt én így. De láthatóan ez később is neki valahogy egy ilyen kapaszkodó, mert szintén amire most rálátok, hogy így ezek az utcai sávok, és végig csíkozza. Ez az ismétlődés, és azt ő úgy... Tehát, hogy az egy tök érdekes dolog, hogy miközben nincs ide, és miközben csúszik szétfele, vagy az egésznek egy ilyen szövő, hogy szinte minden képnél ezek a háttérben az ablak, mint vagy a reklám, vagy az ott úgy oda, az ott, az a biztos pont. A csíkos ingmását is. Vagy a fényezés, tehát a motornak a fényezés. Tehát, hogy azok ott úgy hirtelen ott úgy otthon van. Tehát most már nem tudom, hanyatszor utalok erre, de most pont a Bácsai kiáltást láttam hétvégén, akinek szintén van egy-két ilyen utcai jelenet, és pont ilyen felújításos ez a piros csíkos deszkát teszik ugye ki, hogy a tereljék a népet. Hát az ugye kisecsettel jobb saroktól bal sarokig, tehát az abszolút nem kim, tehát ez egy más, és más megközelítés. De hogy pedig úgy, az is egy utcakép felújítással, és ez is egy utcakép felújítással. Köszönjük, hogy ő köszönjük. Tehát, hogy milyen érdekes, már eleve az a nézőpont, mind a kettőtől egyébként, hogy például nekem az utcakép felújítással, hát nem tudom, mikor fogna meg, de nagyon, szóval elég utolsónak van. Így a makacs listában az utcakép felújítása.
És vannak, akiknek meg valahogy ez egy ilyen, ennek a vibráló, visszatérő pirosa, vagy szóval ugye azért ebben sok minden van nyilván, ami csak öntudatlanul megragadja. Egyébként a piros egy ilyen visszatérő, visszatérő, tehát hogy érdekes a palettája is egy ilyen fura, a türkiszkék, világosságák az a legjobb, a fekete, de hogy a piros az úgy egy ilyen, az egy ilyen visszatérő. Tehát, hogy a, igen. Igen, mert azt akartam még neked mondani, hogy én is pont ezt néztem, van egy kedvenc portréfestem, az Elizabeth Payton, nem tudok róla túl sokat, de azt tudom, hogy olyan durván tud néhány akkora vonallal ábrázolni egy arcot, mint hogy egy Chardin arcot látnál, tehát ami teljesen szét van árnyékolva, mert minden, tehát így elképesztő, és hogy ez a fajta ilyen szakmai, zsigeri tudás, hogy ez szerinted is benne van, vagy én túlzok? Most a Paytonról beszélünk? Nem, a Kimben. Tehát, hogy egy-két ilyen vonallal egyszerűen elmond egy sztorit, tehát, hogy így az arcaival... Hát azt látszik, hogy úgy miközben abban van hagyva, vagy szóval az az érzésünk, ugye, hogy most miért pont itt, az egésznek mégis van egy olyan szövedéke, hogy én összül, és abban például értem, hol vagyok, megvan az elég infóm, nagyon sokszor, én tanítok is kézművészetet, és szoktam mondani, hogy ha már elég infó van egy képen, látod, értem? Akkor vége. Akkor kész. Tehát, hogy ezt nem muszáj akkor tovább gyötörni, mert nem biztos, hogy jobb. Persze, milyen gyötör. Vagy tehát, hogyha lazán mi a jobb. Igen, de hogy nagyon sokszor, hogyha ez így, és látszik, hogy ő, hogy ahogy ugye hozzányúl egyik részen, másik részen, még egy kicsit ott is ott, és valahogy úgy jó helyen hagyja abba. Van valahol, bocsánat? Azt az önarcképet, azt nézzük még meg, mert szerintem azt, hogy valaki így látja magát, az nagyon durva. Hát ez is előrevetít azért. Hát előrevetít, de azt, hogy ennyire élesen látja magát, tehát ennyire egy fiatal lányról van szó, hogy ennyire kiméletlenül és keresetlenül látja magát. Hát ott van a képen. Hát hogy ez valami elképesztő. Tehát így, bocs, hogy ezt mondom most így közbevetve. Én sem. Vagy te is akkor úgy látod, és hogy ez az, ami nekem mindig eszemít erről a képről, a húsforog. Ennek húsforog. Tehát amikor ráakasztják a marhát arra a horogra. Mindenképpen hátra szorítja önmagát, igen, oda, igen, úgy, még a könyöke is lecsúszik, hogy ezt a halászpontot mondja, igen, is. Igen. Óhatatlan, tehát ha valakinek az jut eszébe, hogy úgy fesse meg saját magát, hogy egy ilyen brutál, kampós, Isten tudja, igen, ami hát láthatóan bőven több, mint ő, azért abban van, szóval, na, hát, nem tudom, ki akarna, hogy akár egy szelfit is egy ilyen mellett. Egy ilyen palackkal, meg egy ilyen csipkel a szájában. Ez egy nagyon durva kép, és nekem emiatt is jutott eszembe a Basquiat, hogy a legtöbb hasonlóságot vele kapcsolatban látom. Meg hát amit én így érzékelek, hogy ez még a halászondás is mondta, de valóban van neki egy ilyen őserő, egy ilyen nem fél. De csak abban is, ahogy az édesapának írt, azért a legtöbb főiskolás nem feltétlenül, meg vagyok szorulva. A legnagyobbak egyikének, ha ráírok az e-mailjére, hogy most segítsen. Igen, ez egy óriási. Azért szerintem ez ugye be van kapva. Elképesztő bátorság. Tehát ez nagyon érdekes, ez a kettősség, ami a filmben is ellen eljön, ez a törékeny, hogy egyik oldal egy törékeny valaki, és közben meg elképesztő ereje is. Nincs kérdés. Vum, megyünk. Ja, eszembe jutott, vum, megyünk. Tehát, mert ott van a helyünk, tehát hogy ő, mint hogyha így oda pozícionálta volna magát, és... Ja, és mondjam, ezt mondta egy párszor, hogy ő nagyobb lesz, mint Picasso. Jó, ezek aranyosak, azért ezt sokan mondják, az oké. Nem tudom, hogy ez aranyos volt, vagy ilyen nagyon durva. Nem lehet tudnék vitatkozni, de hogy az, hogy nincs benne kételj, az egy nagyon nagy segítség abban is, hogy
valóban említett, hogy nagy, ugye egy picike nő és elég nagy vászna. Most aki festett már, vagy bármit hímeztek, vagy takarítottak, vagy lemostak egy ablakot, ekkorára oda kell menni, és bizony azt be kell festeni, még ha nem is az egészen, de akkor is. Az egésznél föl kell vetíteni, végig kell rajzolni, tehát azért ez egy fizikai, a fizikai munka, meg hát... Na most ő vetítette akkor ezt volna. Azt mindegy, biztos, hát az biztos. Ezt látjuk ez is a filmen, de a filmen is jó, csak... Ezt most hát valaki nem figyelt fel. Ezt vetítette, sőt szerintem még azt az utolsó, ugye ebben a teremben vannak az utolsók, látszik, hogy ez volt már ugye a átmenő kislány, egy kis görcsben, meg nem tudom miben, szerintem még ott is vetít, és ott már sem ezeket a hálókat nincs már, ott már tényleg csúszik. Igen. Tehát, hogy ott jó, mondhatjuk azt, hogy oldott lehet, sőt az Andrássy Gábornak azok nagyon bejönnek, hogy mennyire ilyen. Tényleg, ami ezen a falon van, ott van, hogy két arc is ilyen nagyon oldottan van feldobva, szép, valóban van egy szépsége. De ez nem arról szól. Ott nem tudom, tehát hogy nem tudom, hogy ez meddig lehetett volna még, merre futott volna ki. Hát, erről hát beszélek, az, hogy ugye van egy zárás. Ha nincs koncentráció, akkor már nincs tovább. Tehát, hogy tehát van az a pillanat, ahogy el szokták mondani, hogy ilyen romantikája, hogy az alkohol vagy a drog az úgy segít a képzelésnek, nem. És amivel viszont vitatkoznék a filmben az Halász András, ami oké, hogy szereti azt a tanítványt, aki nagyra tör, meg hogy hát ugye a nem tudom, a valami ilyesmi megérzése van, hogy az ilyen szorgalmas, csendes, igen, az inkább azok úgy nem, mert az a helyzet, hogy az Isten ennél trükkösebb, tehát nincs recept. Nincs szabály. Na jó, de egy karakteres figura, tehát utána nem csinálhatjuk el ez azt, igaz. Hogy mást mondjon. Ez igaz. Ez is kellene. És csak mondanám, hogy igen, tehát hogy... Igen. De van egy elképesztő bátorság, ahol neki. Leselkedik, és van az a pont, amikor már ilyen az ilyen szerek, akkor már nem is segítenek, vagy nem előre visz. Hát meg ugye a halhatatlanság, tehát hogy ahhoz, hogy halhatatlan legyen, meg kell halnod. Ugye, tehát nem hogy ez mikor, igen. De igen. De hogy ezt mondjuk pont a Basquiattól idéztem egyébként. Tehát, hogy azért ezek a hasonlóságok nagyon megvoltak benne, mert ő is készült a halálra. De azt mondta, hogy a 27-esek klubjában szívesen belépne. Nem a Basquiat? Nem, ő a Kim. A Kim, igen. Tehát most így egymás mellett néztem meg a két művészt, és nagyon-nagyon rettentően hajmeresztő hasonlóság. Nem mondom, hogy a művészethez nem kell egyfajta ilyen... mint amikor a Spárgán, vagy kötértáncos, hogy azért általában, amiben van annyi tűz, hogy már, ugye, hogy már akár ne is esel a túlvégén, azért az a tűz az ott lesz, tehát azt érezni fogják így a műveiden. Tehát amikor odáig viszem el, hogy nem félek, nyilván. Tehát, hogy ez oké, de valószínűleg mondom, itt valami már korábban olyan volt, amit még ha esetleg nem is mondom ki otthon. Én azt hittem valamelyik megkérdezni az Erikától, hogy azt tudjuk-e, hogy az édesanyja hány éves volt, mikor meghalt. Nem amikor a Kim hány éves volt, mert azt mondom, hogy 2 vagy másfél. Hát abból visszatudjuk. Tehát, hogy nem, nekem ez most csak egy simán kérdés, hogy ő vajon szintén 27 körül volt-e. Esetleg. Mert ugye állítanak egy fiatal anyuka. Igen, olyasmi, most nem tudok pontos számot mondani. Nagyon nagy volt a korkülönbség. Az apuka és az anyuka között. Ebből gondoltam, hogy 20 éves lehetett. Igen, ezt a családtól tudom én is csak így nagyjából, és ezt nem néztük meg semmilyen dokumentumon pontosan, de hogy igen, egyébként 25 és 30 között. Ez nem mint festő, ez így különül. Valahogy az ember, szóval vannak ilyen visszatérő mintázatok. Nem lepne meg, ha ugyanannyi. Igen. Nem lepne meg, ha ugyanannyi. Hát elkanyarodunk, mindig visszakanyarodunk, de valószínűleg ez nem véletlen, hogy a technikáról vagy a festészeti
módszerekről nem lehet ilyen gazdagon beszélni, mert ugye ez teljesen magányosan zajlik. Meg a választás, ugye, hogy mit választ akkor, amikor a kép már megvan félig, és hogy merre megy tovább, az mondjuk nem egy kitapintható esemény, és hát ugye látjuk. Tessék? Ja, persze, bocsánat, akkor mennyi az idő egyébként? Hol járunk időben? Fél, akkor nyugodtan. Szerintem csak az előzőhöz, hogy amikor én láttam a képeket, én most pár hete láttam először őket, nem ismertem. Ez az idő dolog faktor nekem egy új megközelítés. Nekem akkor az jött le, hogy a környezet hiánya. Tehát, hogy nekem nem az, hogy időm nincs, az, hogy nekem tetszik, bejön ez az idő dolog, de ez, hogy a környezet, vagy nem tudok kapcsolni hozzá, vagy nincs környezetem, az üresség, tehát a befejezetlenség miatt. És az ott is van, tehát teljes, tehát amit akkor írtam, nézem, pontosan most fejből rekonstruálom, de talán még benne is van. Tehát az benne otthon, van a szövegben, mert az elolvastam. Az otthontalanság, ami szintén egy ilyen nagyon kulcsfontosságú probléma, és ez egy dolog jutott még eszembe, hogy most nagyon érzékletesen beszéltünk a festészet technikáról, meg a festői aspektusáról ennek az életműnek. Egy dolgot még kiegészíteném, hogy amit én már akkor, amikor ezt az első kiejtést megnyitottam, úgy éreztem, hogy fontos, hogy a festmények mellett ő csinált ilyen rövidebb, hosszabb, experimentális videókat és filmeket. Elképesztően. És az otthontalanságról jutott csak eszembe, hogy ugyanezek a témák, ezekben különösen ezekben a nagyon finoman kidekázott, félig megfestett, végülesen jött képekben van valami finom lebegés. Most ezek a videók viszont például az, ami ezekkel az utcaképeket mutatja be, azok igen, meg ólomsúlyú, szinte feszélyezően ólomsúlyú képsorok. Mert mennyire precízek pedig egy ilyen gyors felvétel. És nem az mutatja az otthontalanságot, tehát az, hogy egy egyszerű jelenet, hogy a galambok ott állnak, vagy eszik a szétszórt morzsákat, valami olyan szinten fenyegetővé és rémületessé válik ezeken a videókon, hogy elképesztő, és nagyon érdekes komplementerei egymásnak a Kim filmjei és a festményei. Igen, mert hogy azok fekete-fehérek, azért azt is mondjuk el, hogy nem is csak, de hogy ezt jól említed, mert én emlékszem arra, 12-ben volt itt egy kiállítása, ugye? Igen, és ez az observált. És az pont azon a falon volt itt, amögött, elnézést, nem így falra emlékszem. És az akkor nagyon megütt, nagyon megfogott, tehát hogy így hát az atyám, a képek is persze, de hogy az, tehát én akkor nem tudtam, hogy ennek nem sokára itt vagyok. Nem, akkor még nem, akkor élt még. És hogy, ugye ha mondjuk nem tudjuk, hogy hova futott volna tovább, de tudja, hogy videókat is csinált volna. Hát meg ugye azt se felejtsük, hogy színésznő volt, tehát hogy ő egy vérbeli színésznő volt. Egyszerűen átváltozott. Hát amikor azt az idős asszonyt játszotta, az vérfagyasztó. Tehát az, amikor a Szirtesnek a filmje. Amikor eljátszotta az idős kórházi beteget, egy idős asszonyt, sőt meg is halt, ha jól emlékszem, hogy a saját halálát is eljátszotta, és teljesen egy idős asszony volt, és nyoma sem volt a korának. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ő ilyen minden, tehát más, tehát, hogy mondják ezt, mindenféle képzőn, tehát csak festőként hát multidisziplináris teljesedett volna ki, hanem ezek a videók is. Erre mondtam azt, hogy ez egy elég veszélyes szó, jős lehetség, de tényleg volt benne valami, hogy akármihez nyúlt, akár a színészet, akár a videó, akár a festészet, mindegyikben tudott valami fantasztikus dolgot csinálni, sokszor szinte ösztönösen, hiszen ezek a videók is olyanok, hogy nem tudom, nem hiszem, hogy tanulta ezt valahol, egyszerűen belülről jött, és átjönnek, és ezeknek az utcai jeleneteknek, akár a videókon, akár a festményeken van egy atmoszférájuk, ami elképesztően nehéz lehet megfogalmazni, és mondjuk ez az ólomsúlyú atmoszféra, ami ezeken a videókon át jön, ez egészen elképesztő, és sok mindent hozzátesz ezekhez
az utcaképekhez, amiket a festményeken láttunk. Hát nem beszélve arról, hogy mindig volt egy alter egója, hogyha azt a filmet végignézi az ember, ezt a galambosat, amiről beszélsz, ez egy rács egyébként, tehát a rácsok iránti szenvedélyes vonzódása. Egy rácson játszódik, ahol egy kislány kezd el szaladgálni a galambok között, és az teljesen úgy néz ki, mint a Kim. Tehát, hogy amikor én először láttam, azt gondoltam, hogy ez valami gyerekkori filmrészlet, amit beledolgozott, és kiderült, hogy ez egy vágatlan jelenet, amit hirtelen elkapott az utcán. Tehát, hogy annyira szinkronban volt így mindennel, hogy így teljesen rá tudott hangolódni. És teljesen magát adta, és egy személyiségképet is adott ezzel. Tehát, hogy hihetetlenül egész volt ez a film, amiből. Hát a ránézés mindig mutatja a néző. Szóval, hogy az önmagát volt. Igen. Jó arányérzéke volt ez, abszolút. Abszolút, igen. Hol kell abba hagyni. Azt nem tudjuk, hogy ugyanez az arányérzék volt az életében, hogy hol kell abba hagyni, de... Hát azt nem tudjuk. Meg egyébként, hogy mondjam el, egy ilyen vásárlásnak a menetét, az volt még nagyon holmeresztő nekem, mert hogy ide jött egy férfi, akit egy hölgy bízott meg, Svájcból, hogy ő látta Kimnek a képeit az interneten, és hogy ő szeretné ezt a bizonyos képet, és rámutatott egy képre, és mondtam, hogy sajnos az nincs meg. Már az csak a honlapunkon szerepel. De hogy nézzen meg egy másik képet, mondtam a férfinek, aki közvetített egy ízlést ide, és ő próbálta megfejteni, hogy ez a hölgy, aki őt küldte, mi tetszett ebben a képben, mert neki nem tetszett. És mutogattam neki sorba egy pár képet, akkor még élt a Kim, és volt egy motoros kép, ami fent van egyébként, szerintem most is még sok helyen előjön az interneten, ami egy ilyen kis jármű, és egy ilyen meglehetősen klasszikus Kim kép, tehát nem ez a nagyon elmázolt és egy ilyen félig kész, hanem úgy tűnt, hogy az arra koncentrált, hogy ezt a gépet gyönyörűen megcsinálja, kifényezze, és a háttérben alakok, és azok már egy kicsit ilyen elnagyoltak. És a férfi nézegette a képet, hát ezt ő nem érti. Nem érti, hogy ezt miért kell neki megvenni, de hogy most elmegy, és lefényképezés, majd visszajön. És amikor a hölgy ezt meglátta, akkor állítólag újjongott, és azt mondta, hogy ez sokkal jobb, mint amit ő kiválasztott, és hazavitte ezt a képet. Utána elpostáztuk, nem is tudom, de hogy ez a fajta történet, ez abszolút a Kimre jellemző volt. Tehát, hogy az interneten keresztül is valaki képes volt arra, hogy oda küldjön valakit, tehát, hogy nem is ő ment el, és nem is nézte meg, de neki az a kép kell. Tehát, hogy annyira erős mágia volt benne. Ez csak egy ilyen történet, de kérdezzenek, hogyha... Nekem egyébként, én nagyon sokat vagyok a képek között, hogy nem tudom, hogy nektek még művészetet nézek meg, meg festődésznek, hogy de van egy-két kép, ahol annyira mély és súlyos a tekintetek. Tehát, hogy egyrészt megrajzolva is, tehát, hogy például van a másik szobában az utcajánál, ott az a kisfiú, aki ugol, tehát olyan látszik, mintha a kép kapcsolatban lett volna, összekötő fotók alapján dolgozott, tehát, hogy mintha valami kapcsolat kialakult volna, vagy itt van mondjuk mellettem ez a kikötős. Látszik, hogy itt is az a férfi, aki ránéz, ott olyan, mint hogyha a Kim és a megfestett megrajzolva között. Lenne valami plusz kapcsolat, és szóval nem csak egy alap van fel, dobva, vagy így, vagy úgy, ilyen olyan mélység, hanem még több. Tehát, bizonyos képein én látom azt a fajta többlet mélységet, vagy kapcsolódást adott alapokhoz. Tehát nem tudom, hogy erről, ez csak így ja, abszolút, egyébként ezért hoztam én is fel ezt az Elizabeth Paytont, hogyha nem ismeritek, akkor nézzétek meg az interneten, mert olyan tekinteteket képes egy ilyen szem alatti árokkal képezni, amiben egy sors van benne. És hogy attól, hogy mitől lesz ez egy kortárs portré, attól, hogy például a tetoválásokat is rárajzolja ez az angol művész. Hogy ő ilyen mélységig azért nem ment el a kint, tehát neki inkább az arckifejezések, meg a testtartások voltak a fontosabbak. Hát én kifogytam egy kicsit a témákból, még azt akartam megkérdezni Dávidtól, hogy te
szándékozol vele foglalkozni, vagy azt gondolod, hogy majd az idő hozza, hogy ezt kifejted-e, vagy megpróbálod-e felgöngyölíteni ezt a kutatást, vagy esetleg egy csoportban nem gondolkozol-e, akik többféle nézőpontból megpróbálják kutatni? Nyilván olyan értelemben egy feladat továbbra is, hogy a Kim, ez egy nagyon jellemző volt rá az, hogy ragaszkodott bizonyos fix pontokhoz, és amikor megnyitottam ezt a bizonyos kiállítást, utána azt mondta, hogy innentől azt mondta, hogy mindenki, egy eset én is sem meg. Uh-huh. És amúgy idáig nagyjából ezt be is tartottuk, de nyilván ez nem jelenti azt, hogy ezt a kérését teljesen komolyan kell venni, vagy nagyon nehéz volt eldönteni, mit kell komolyan venni abban, amit mond, és mit nem, vagy mit gondol komolyan, és mit nem gondol komolyan. De akárhogy is, ha ezt én nem is venném szó szerint komolyan, mindent a kezem, mindenkiért eset nekem kelljen, vagy továbbra is mindenkiért eset nekem kell megnyitni, de az, hogy van valamiféle dolgom vagy feladatom ezzel, azt érzem, az, hogy milyen mélységben vagy milyen módon tudok foglalkozni még a Kimmel, az persze a jövő dönti el, kell egy olyan helyzet, és ez biztos, hogy fontos, hogy ezt ne csak én nyilván, mivel van vele feladatom, valamilyen módon szeretném még folytatni, vagy írjak új szöveget, vagy a meglévő szövegek egyáltalán megjelenjenek, hiszen azokból se jelent meg minden. De azt gondolom, hogy az lenne érdekes, ha különböző nézőpontokból különböző szakemberek ránéznének erre az életműre, és ebből a szempontból nagyon fontos lépések voltak a kiállítások, az Indogaléria tevékenysége is az, és tényleg egy mérföldkő ez a film. Ami azt gondolom, hogy azoknak, akik eddig ismerték és látták ezt az életművet is, új nézőpontokat kínál, és azoknak, akik pedig eddig nem ismerték Kim életművét, azoknak pedig egy felfedezést is kínál. És hát én is sok minden másképpen látok, és ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy lesznek olyan emberek, akik úgy kezdenek el Kim művészetével foglalkozni, hogy őt már nem ismerték. Én nekem ez a személyes szál, hogy van egy ilyen személyes kapcsolatunk, ez nem lehántható a vele való foglalkozásomról. Tehát innen nézve lesz szerintem egy nagyon izgalmas pont, amikor elkezdenek egyre többen olyanok beszélni erről, akik... Ugye Kim egy megigéző, egy egészen különleges személyiség volt. És én nem tudok elvonatkoztatni mind attól, amilyen benyomásaim, tapasztalataim nekem voltak vele, vagy a családomnak voltak vele. És az hát nagyon érdekes lenne, ha valaki ránézne úgy, hogy ha nem is semmit nem tud Kimről, megnézi a filmet, meg utána jár dolgoknak, de hogy mégis az már egy teljesen más perspektíva, amikor nem első kézből tapasztalja meg ezt az ember. És hát ez szükséges is, mert úgy láttam, hogy András Gábor tud a legösszeszedettebben beszélni róla, aki nem vonódott be ebbe a nagyon tragikus sztoriba. És hát tényleg egy elképesztően különleges ember volt Kim, és persze azt sem gondolom, hogy ez leválasztható erről, hiszen mindaz, ami az ő személyiségének a része, az leválaszthatatlan erről az életműről. És persze ez egy extra layer, és az ő élete, az élet története nagyon sok szempontból visszatükröződik, de egyfajta distanciát is meg kell próbálni tőle kialakítani, tehát ez egy ilyen izgalmas játék. Hát azt gondolom, hogy ez egy remek végszó lenne, és akkor még a kérdéseknek adjunk teret. Hogy leválasztható arról, mert olyan, tehát hogy fantasztikusan tehetséges, meg hogy lenyűgöző személyiség, milyen, hogy leválasztható ez egymástól, hogy fantasztikusan tehetséges, vagy a lenyűgöző személyisége tükröződik a képeken. Ezt nehéz elválasztani, tehát ez elválaszthatatlan, ugyanakkor, hogyha valaki már nem ismerte Kimet, akkor már azt nem látja úgy bele, mint ahogy én vagy mi, így akik ismertük.
Tehát ez egy adottság, tehát én nem tudom máshogy látni ezeket a képeket, csak úgy, hogy ott látom a lelki szemeimet, a kimet, ahogy ott áll egy hatalmas kép mellett, és így szinte eltűnik az egymás mellett halmozódó képek között egy kaotikus interjőrben. És még egyszer csak hangsúlyozni tudom, hogy ez a film elképesztően jól tükrözi azt, hogy ő egyszerre volt törékeny és elképesztően erős, egyszerre volt félénk és bátor. Szóval egy nagyon, nagyon érdekes, nagyon különleges személyiség volt. Ettől mi, akik ismertük, nagyon ezen tudunk elvonatkoztatni, és ez persze tehát egy különleges ember, különleges személyisége mindig visszatükröződik abból, amit ő csinál, de nyilván elő fog állni egy olyan helyzet, amikor olyan emberek foglalkoznak vele, akik őt már nem ismerték egyáltalán. És akkor már csak azt látják, ami a falon van, vagy a vetítő szobában a filmek esetén, de nem látják, vagy nem első kézből már nem ismerik a kimet. Tehát szerintem ez egy érdekes differencia. Nekünk, akik le voltunk nyűgözve a Kim személyiségétől, ettől nehéz elvonatkoztatni. Meg azért azt is el kell mondani, hogy ő rendkívül céltudatosan alkotott. Tehát mindig azt mondta, hogy hú, nem érek rá, mennem kell festeni, és hogy még mennyi képet kell megfestenem. Tehát őt azért tette, hogy mit kell csinálnia, csak amikor már kicsúszott alól a talaj, akkor már inkább az volt a gond vele, hogy nem tudta, hogy milyen nap van és hány óra. Tehát, hogy teljesen elvesztette az időt maga körül is. És ezért nem jelent meg helyeken, és így kezdett ez a szinkronitás, amit egyébként sok művében látunk, hogy ugye pont amit itt velem szemben van, ott már ez így teljesen eltávolodott. Tehát akkor ő már a körülötte levő valóságot nem nagyon érzékelte. Nem csak nem szakértő vagyok, hanem laikus, és nekem vannak tök erős képek, amik hatnak rám, és vannak, amik nem. Ez lehet egy szubjektív dolog is, csak itt a tehetség, hogy ugye hát az, hogy fantasztikusan tehetség, és hogy ez mit tetszenek neked, hogy melyikhez van viszonyul, és melyikhez nem. De biztos, hogy lehet erre egy magyarázatot adni, hogyha igazából ezt magadban kell megkeresni, szerintem. Nem azt keresem, hogy egy fantasztikus címkével ellátott festőnél sem kell, hogy mondjam, szóval, hogy minden kép erős legyen. Hát ez nagyon ritka. A Pablo Picasso már többször elhangzott, mármint a neve, neki sem minden kép remekmű. Tehát a művészettörténet legnagyobbjainak is voltak rossz napjai. Tehát hogy ez azt gondolom, hogy normális, hogy vannak mélységek és magasságok egy életműben. Az a jó, hogyha az arány megfelelő. Tehát olyan is van, hogy egy művésznek mindössze néhány jó képe van és rengeteg gyenge képe. Olyan is van, hogy többnyire főmű vagy remekmű és kevesebb hiba. De olyan nem nagyon van, hogy valaki csak remek műveket alkosson. Mondom, van ilyen, most, de az nagyon ritka. Mondok egy sztorit, és utána folytathatjátok, hogy most Tóbel Bélával foglalkozom, és én teljesen le vagyok nyűgözve, ott eleinte nem nagyon szívesen foglalkoztam vele. Hátulról közelítettem hozzá Modok Mária felesége révén kerültem be a Tóbel történetbe, és most már fán vagyok én is. És ő pontosan ugyanígy festett, mint a Kim, tehát voltak a rendkívül kidolgozott, kezdeti, fantasztikus képei, majd az élete végén pontosan ugyanazt csinálta, mint ami ott szemben van, de ő 93 évesen. Tehát hogyha az ember ismer ilyen példákat, és a Czóber Béla, amikor elé tették a műveit, mert ugye nem minden szignál, egyik művés sem, nem is tudom, hogy a Kim valaha szignálta egy művet, viszont a Czóber Béla erőszeretettel szignálta, de nagyon csúnyán és nagyon kirívóan a képein. És amelyiken nem volt, az mindenki elkezdett bizonytalankodni, ez van az ő képe, és így elé tettek egy képet, egy parkot ábrázolt, volt benne egy pad, és így nézte a Czóber, és mondta, hogy hát ez sajnos tőlem van. És ezt rá is írta a hátoldalára. Tehát, hogy így megvan ennek a dokumentuma is, hogy egy művész nem lehet mindig zseniális, és ezt ő maga is elismeri, úgyhogy. Okay.
Igen. Ezt csak azért kérdezem, mert megy a vonatom, és hát inkább felteszem most a kérdést, csúcsú pillanatban. Van ez a, hát nekem fura, de lehet, hogy kineknek nem, ez az erős kötődése New Yorkhoz. Ezt valószínűleg csak úgy kitalálta, vagy tényleg voltak tervei, hogy kimegy oda, megnézi a várost, megismerkedik a magánkból éri, akkor próbál ott kiállítani, vagy kiállítás szervezni saját magának? Hát ez a filmben benne van, nem? Igen, szeretett volna New Yorkba menni, igen. Hát gondolom volt egy ilyen a levegőben, meg a köztudatban, hogyha igazi nagy szupersztár akart valaki lenni, akkor azt ott lehetett. Hát ugye Basquiat meg azért előtte is lebegtek ilyen példák. Hát tehát az a Halász András alakja, igen. Aki is jött vissza, illetve utolsó évtizedeiben. Igen, szóval hát azért a mestere tette föl ezeket a téteket, azt hiszem. Tényleg, New York mítosz az, igen, az nagyon fontos toposz, és persze, hogy a Halász András jelentősége az megkérdőjelezhetetlen. Abszolút. Ugye Kim alkotói pályája szempontjából, tehát hogy ő egy nagyon, nagyon fontos referencia volt a számára. Lehet, hogy képzelődöm, de én hallom a fülemben azt, hogy azt mondta a Halász, hogy felejts el a kisméretet és nagyban fessen. Hát, hogy ez mert hogy ugye a nagy, hát ami ugye Európában absztrakt expresszionizmus volt a történeti időkben, az New Yorkban 15-ször akkora volt. Tehát, hogy így tudom, ilyen 10 méteres vásznakat nyomtak a művészek, és hát azért ezek a hogy mondjam, birodalmi méretek, ezek nálunk elképzelhetetlenek voltak, már csak azért is, mert nem nagyon fér el sehol, de hogy azért a Keserű Ilonánál például viszont megvan, mert hogy ő egy olyan városban nőtt fel, ahol ez a fajta hagyomány nagyon erős volt, és ezért most is egyébként a mai napig is 90 éves lesz nem sokára, a színerő konferencia és festészeti szimpózium és gyakorlatot még mindig ő tartja. És az, hogy valaki élete végén ugyanazt az ideát képviseli, arra ő is egy nagyon jó példa. Hát azt gondolom, hogy érdemes megnézni ahhoz, hogy így tisztállásunk ebben a dologban, párhuzamos törekvéseket, vagy párhuzamos életműveket, vagy párhuzamos szellemi tevékenységeket, mert hogy mindegyikből tudunk valamit magunk számára. Csak ahhoz, hogy egy kicsit jobban orientálódjunk, így hozzásegíteni ez a képhez. Kérdés van még? Egy hozzászólásra? Akár még a hozzászólást is szívesen. Azt tudjuk, hogy körülbelül hány képen van? Nem igazán tudjuk pontosan, most pont erről Ágival beszéltünk előtte, vagy pont ezt kérdeztem, hogy az övkatalógus, amit így szoktunk nevezni, hogy amiben ugye minden egyes kép, ami valahol felbukkant, fotón, filmen, műteremben, könyvben, újságban arról készítünk egy regisztert, és odaírjuk, hogy hol található meg, vagy hol van a forrás. Ez nem készült még el, de azt gondolom, hogy ez a berlini kiállítás is biztos egy forrás, mert azért ott volt Teddy talán a legtöbb kiállított műve, nem? Hát, de azért ez nem egy teljességre törekvő történet, tehát ez egy feladat, hogy egy nagyobb, legyen összegyűjtve, legyen ez, hát amiről maga, beszéltem, hogy igazából az egy alap lehet, hogy hosszú távú kutatásokhoz, ha látjuk ezt a korpuszt. Ugye sajnos egy lezárt korpusz, tehát egy véges számú műtárgyról beszélünk, ami még ma is fiatal lenne Kim, tehát ez egy nagyon fájó dolog kimondani, hogy ez egy lezárt korpusz, de a Kim esetén lehetséges lenne összeállítani egy valódi katalóg rezonét, ami minden művet tartalmaz. És erre szükség is lenne, hogyha egy komolyabb kutatás. Hát sőt, ez már maga egy kutatás. Hát így van ez is, mert ugye a gyűjtők, akik
vagy azok, akik beleszerettek, nem tudjuk, hogy pontosan kik lehettek, tehát ő adott ajándékba is képeket sok barátjának ilyen szívességért, tehát hogy nehéz lesz majd szerintem. Hát hogy vannak ugyanaz napangó képek is, amivel sokszor beszélgetünk. Hát ez van az újságokban, meg a filmekkel, meg a fekete-fehér képek. Ilyen volt, landoltak képek. Igen, igen, de nem könnyű feladat, ez egy tényleg egy kutatási terület, egy kutatási téma. Hát rá lehet feküdni, fel lehet ajánlani valamelyik egyetemnek. De ezért kiálló, kimegy pedig ezen. Ja, ó, nem is hihetetlen, ezt nem emlékszem erre, nem tudom. Most kikapcsoltam ugye a mobilomat, de amíg másfélnek a türelmet. Mert hogy én is megkeresem veled, hogy akkor is megnézzem, hogy megtaláljam. Remélem, nem zártam le ezt az ablakot pont emiatt. Remélem, percenként változik, hogy mit dob fel. Hát egyébként köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket, és most már moderátori feladataimat visszaadnám nektek. És köszönjük mi is köszönjük a kívülelőt.